Ez az első ilyen alkalom, hiszen eddig erre nem volt példa. A magyar költségvetés helyzete, Magyarország fejlődése lehetővé tette azt, hogy éljünk ezzel az eszközzel, és a magyar családokat így is meg tudjuk erősíteni. Gyurcsány Ferenc, a baloldal vezetője, aki a múltat képviseli. Ő ezt egy perverz elosztásnak nevezte, mi pedig azt mondjuk, hogy ezzel is, hogyha hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a, a családoknak a terheit csökkentsük, akkor mindenképpen ezt meg akarjuk tenni. Ez körülbelül két millió szülőt jelent országosan, itt a, a megyében körülbelül tízezer családot érint ez, és hát én buszke vagyok arra, hogy egyáltalán mi ezt meg tudtuk tenni, és egy újabb jelentős eredményt tudunk magunk mögött felsorolni.